Nagy bajban vannak két írváros lakói, kit tartsanak alkalmasabbnak amerikai elnöknek, miután mindkét elnök jelöltnek fontos kötődései vannak Írországhoz. A felvételen a Trump nemzetközi golfpálya látható Dumbekben. Az Atlanti óceán partján fekvő írtelepülés fő helyi bevételei Trump vállalkozásából származnak. Különös véletlen, hogy Trump alelnökének anyai ági felmenői éppen innen származnak. Mike Pence egyszer vissza is tért ide, egy nyáron ebben a pábban dolgozott. Donald Trump két fia is felfeltűnik néha a környéken. A Trump golf birtok húzza a helyi gazdaságot, ezért a helyiek számára az ő népszerűsége megingathatatlan. A Trump cég a negyedik tulajdonosa a golfklubnak, és a vállalat nagyon jó kapcsolatot ápol a helyi lakossággal. Munkahelyeket teremtettek, helyi beszállítóik vannak, a vendégeik pedig itt a település vendéglátóhelyén fogyasztanak. Mint egy 200 kilométerrel arrébb, egy Berlina nevű településen már másfele húznak az írek. Innen emigrált az 1840-es években Amerikába Joe Biden ükapja, a demokrata párti elnökjelölt távoli rokonai ma is itt élnek. 180 év távlatából is megvan a kapcsolat, Biden unokatestvére még falfestményt is csináltatott róla a településen. Szűk körben, és a nyilvánosság előtt is bátran beszél arról, mit jelent számára az írörökség. Írország mindig is sokat jelentett neki, és a családja számára is. A nagymamája még írül beszélt hozzá. Szóval az ír származás nagyon is része annak, amit ma Joe Bidennek ismerünk. A rokonok a Bui család számára Joe Biden csak születése szerint amerikai, természete szerint igazából ír. Dunbeg lakói jobban reménykednek, hogy Donald Trump nyeri az elnökválasztást, és az ő neve továbbra is a településükre csalogatja majd a turistákat. Balinában azonban meg vannak győződve az emberek, hogy Joe Biden lesz Amerika elnöke, és így a politikus beteljesítheti majd 2016-ban nekik tett ígéretét, miszerint egyszer még visszatér ide Amerika elnökeként, magyarázza Ken Murray, az Euronews írországi tudósítója.